Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Szerintem azok az emberek, akik szeretik a Suprát, sem tudják őszintén azt mondani, hogy a Supra szép. Mert hát nézzünk rá erre az autóra előről. Szerintem bamba. A Supra egy olyan autó, amit azért látunk szépnek, mert tudjuk, hogy mi van benne, meg hogy mit lehet belőle kihozni, meg hogy mire képes. Viszont erről már órákon és órákon keresztül beszélt mindenki az elmúlt 20 évben, úgyhogy most beszéljünk inkább arról, hogy milyen a gyári Supra. Mert most ez itt egy gyári Supra. Bár a Supra a japán gazdaság féktelenül urizálós időszakából érkezik, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az autó is osztozik a platformjával másokkal. Például ott van a Sorare, Toyota Sorare, az ugye egy ilyen kényelmes nagykupé, és a Lexus SC, ugye elérhető volt V8-osokkal, sorhatosokkal az előző autó. Na, ez annak a lerövidített változata, majdnem 43 centivel rövidebb, sőt, ez az autó még kisebb, mint a 3-as Supra, az A70-es ez itt ugye az A80, és hogyha odafordítod a kamerát, hogy nem véletlen van egy A70-es is velünk. Na de, elől-hátul kettős keresztlengőkoros futóműve van, jó merev acél kasznia, és természetesen sorhatos motorok szívóval vagy turbóval. De mire a nagy felhajtás? És a tuningipar szent grálya, a 2JZ GTE. Na most, meg volt csillagozva az elején, hogy ez itt egy gyári autó. Ami azért van, mert valóban gyári, most tekintsünk el azoktól a szilikon csövektől, vélhetően ki kellett őket cserélni. Sok benzin ég el benne, nagyon meleg, majdnem 30 éves az autó, bizonyos elemek előregszenek, kirepedeznek, szerintem nem bűn ezeket modernebbre cserélni. Na de, ez az autó gyárilag 280 lóerő körül kéne, hogy legyen, viszont beszéltem bácsi Gerivel, és azt mondta, hogy ő egy olyan 320 lóerőt tippelne. Ugyanis, ugye itt van a két turbófeltöltő, és van mögötte egy downpipe, azaz a leömlő cső, ami nincsenek benne katalizátorok, és emiatt a turbók jobban fel tudnak pörögni, ugye szabadabb a gázáramlás, és néhány tizeddel, egy egész picivel nagyobb a töltőnyomás. A másik, ami miatt ezt az autót olyan nagyon élettelinek, nagyon erősnek érezni, még az automata váltó ellenére is, az az, hogy ebben is kerámia turbina kerekes turbók vannak. Emiatt még egy kicsit élénkebb, jobban meglódul. Ugye vezettem már gyári Suprát életemben, ennek 4000 alatt, akár csak a Skyline GTR-nek jártányi ereje se volt. Ez 4000 alatt is szépen halad, de nyilván a rendes tűzjáték az 4000 környékén jön meg. Amúgy nézzetek rá erre a motortérre, hogy mennyire jól néz ki. És amiért ez az autó abban a státuszban emelkedett, amiben az nem a gyári kvalitásai, hanem hogy rengeteg tartalékot hagytak benne. Tehát ebben a motorban a hajtórút csapágyak, a főtengely, a dugók, minden nagyon erősen túltervezett, túlméretezett. Most, hogy ez azért van, mert szándékoltan akarták ilyenre. Vagy pedig azért, mert még egész egyszerűen nem tartott ott az anyagtudományt, hogy mindent úgy tudjanak méretezni, hogy milyen terhelést kap majd élete során, azt nem tudni. De az biztos, hogy a motor, a hatsebességes Getrag kéziváltó, valamint a Sperdifi a gyári teljesítménynek igazából a dupláját is különösebb fájdalom nélkül elviseli, és ezt azért nagyon kevés autó mondhatja el magáról. Ezért szerették meg, de nekem itt most végre egy gyárit látni ebből a 10-20 szénnépített darab után kifejezetten üdítő. Azok az autók, amiket ebben a videóban láthattok, élőben is megnézhetők, Pécsen, június 3-án, 4-én az Expo Centerben. Inkább youngtimer és veteránus vonalon lesz érdekes a rendezvény, de a parkolóban azért egy kis drift is belefér. Az egyik kedvenc részletem, amit nagyon ritkán látni, hiszen az összes tuner azzal kezdi, hogy ledobja a gyári szívósort, és a helyére tesz valami elektromos pillangószelepes után gyártott darabot a komolyabb vezérlő elektronikák miatt, az az ETCS, azaz az Electronic Throttle Control System, ami azt jelenti, hogy ez egy mechanikus pillangószelepes autó. Tehát nyomjuk a pedált, húzza a bovdent, nyit a pillangó, itt egy zsiguliban. De, mivel ebben az autóban már van kipörgésgátló, aminek ott van az elektronikája, ez hajlamos felülbírálni a mi gázpedál nyitásunkat, és elzárja. Így veszi vissza a teljesítményt, amikor csökkenteni kell a kerekek elpörgését.
voltam felkészülve. Most az történt, hogy eltiportam a Suprát, mert kíváncsi voltam, hogy a 180-as végsebesség limiter benne van-e, amit ugye a korjapán autói mind megkaptak, megkapnak a mai napig, és nincs. 180 után így ment tovább a tű. De hát erő van, hosszú fokozat van, miért ne menne? Igazából nekem most nem az az érdekes, hogy egy biturbo sorhatos hátsókerekes kupéban ülök, ami történetesen egy Supra. Mert ha szigorúan veszük, a Supra az ennyi. Egy erős motor, hátsókerékhajtás, egy jó arányú kaszni, mert szépnek azért nem mondanám, de mindenképpen jók az arányai. De hogy ez a Supra, ez attól az, amit képzelünk róla, amit köré költöttek legendába, és most engedjük el azt az ezerszer ismételgetett tényt, hogy a hozzá költött legenda az nagyon sok precíz, aprólékos tuner, rengeteg-rengeteg munkaórája. Én is rengeteg videót készítettem még Bácsi Gerivel az RMS-ről, a Respect Motorsportról a TC-re, és teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy gyári állapotában a Supra nem az, amit képzelünk róla. Viszont most, ahogy így beleülök ebbe a nagyon jó szörben lévő példányba, pontos a kormány, feszes a futómű, nagyon életteli a váltó, 4 gang, oké, hát automata, nem akkora tűz, de hogy szépen dobja a fokozatot, és lép az autó, és a motor, ez egy nagyon jó szörben lévő gyári Supra motor, eltekintve attól a kis apróságtól, amit már említettem. Na de hogy mégis a hozzáköltött legendák miatt egész egyszerűen most azt érzem, hogy több vagyok attól, hogy ezt az autót vezetem, és kedvem lenne bevenni a giroszos elé, és letámasztani, és kiszállni, hogy nézzék meg, hogy egy Suprával vagyok, és nem azért, mert egy gyári Supra akkora dolog lenne, hanem mert egész egyszerűen többnek érzem a legendáriumtól, ami egy ilyen gyári autóhoz nyilván nem tartozik hozzá. Sose éreztem még ilyet. Sose éreztem, hogy én gizdázni akarok egy 70 milliós AMG GT-vel, sose éreztem azt, hogy én most meg akarom mutatni az R8-as Audival, de ebbe az autóba, amiatt, amit belemesélnek, azt érzem, hogy én egy kicsit tényleg szeretnék vele jampeckodni, flexelni, mert bassza meg, egy Suprával vagyok. Most már azért végigültem pár japán autót, és a belterétől igazából egyiknek sem voltam elájulva, mert tettek belejük belteret, mert szükség volt rá. Mégis valahova tenni kell a gombokat, valahonnan ki kell állni a kormánynak, de összességében egyik sem volt különösebben fantáziadús. Ellenben, amit nem lehet elvitatni a Suprától még gyári állapotban sem, az ez a vadászrepülős ív, hogy körbevesz minket a műszerfal, és hogy a legtöbb gomb, kapcsoló, ilyesmi, az tényleg nagyjából a kormány elengedése nélkül megy. Egy nagyon jó ergonómiai megoldás, és ugye megint csak fura találkozni a Toyota hozzáállásával a sportautógyártáshoz, abban az értelemben, hogy ez itt a Toyota HiAce kormánya. Na jó, nem biztos, hogy a HiAce-é, de hogyha csereszabatos lenne a HiAce kis busszal, senki sem lepődne meg. Ez a tempomat szabályzó, ez a Priusból jön, ami nyilván nem probléma, ez egy ilyen évtized volt, csak aztán a Toyota ezeket az alkatrészeket tovább használta még 20 évig. Na de, a kedvencem a dupla dines deck, mindenféle hangszínszabályzóval, ez maga a 90-es évek, ez az alkatrész önmagában hordja az egész évtizedet, imádom, és ebben az autóban van egy extra, ami a többi Suprában kifejezetten ritka, ugyanis ez egy japán belpiacos RZ kivitel, tehát a nagyon jó a felszerelt darab, és van benne egy első aktív spoiler, vagyis bizonyos tempónál lesüllyed és eltereli az autó körül áramló levegőt, de ez is használható villantásra. Van neki egy automata üzemmódja, meg van neki egy diszkós villantós módja, mindjárt megmutatom. És ha már rádió, itt az anyósülés alatt van még egy erősítő, a csomagtartóban egy mélynyomó, és zárható a tükör elektronikusan. Ez szintén egy ilyen ritkább extra, meg ez akkor nagyon nagy dolog volt. Aranyosan zizeg, mikrobizárja megnyitja nekünk. Figyeljetek, ott lesz a már emlegetett mélynyomó, valószínűleg itt a pótkerék alatt vagy mellett, de amiért kinyitottuk a csomagtartót, az ez. Archaizáló dokumentumok. Ez egy eredeti használati utasítás. For your safety and comfort, read carefully and keep it in the vehicle.
a gyári Supra-nak, a HKS Silent Power kipufogónak a darabjai, mert hogy azért ezen is van, és persze szervízkönyv, valamint a japán nyelvű használati utasítás. Nézzétek, milyen menő képregényt rajzoltak bele. Nem hiába, hogy ez az anime országa. Bocsánat, a manga országa, mert az anime az ugye a mozgókép, a manga meg a képregény. Nézd meg! Elképesztő? Tök jó. Operation Manual Pioneer Sound Vision szól, ez valószínűleg a cserélt fejecsének a papírja volt. Úrva amúgy, hogy mennyire kicsi ez a csomagtartó, ami azért van valószínűleg, mert ez alatt az autó alatt egy masszív, nagy, soklengőkaros futómű van, és annak valahogy itt el kell férnie. Órák óta nem tudok elsülni ezen a felnin, mert nem egy különösebben szép felni, de az autó egészéhez meg tökéletesen passzol. Nem hiába dolgoztak rajta ugye dizájnerek, de ami az igazán érdekes, az a mögötte lévő féknyereg. Ugyanis, ez nem fake news, ez volt a 97-es frissítés után a világ legjobban lassuló autója, egészen a Porsche Carrera GT bemutatóig. Tudjátok, az a középmotoros, méregdrága hipersportautó. Ez az autó 100-ról 45 méteren állt meg, ez sikerült a Porsche-nak a karbonkerámia csodával 44 méterre faragnia. Szóval a Supra a kor színvonalán is nagyon jó fékekkel rendelkezett, meg abszolút értékben is egy tartósan megvalósított jó konstrukció volt. A legtöbb Supra átépítés úgy kezdődik, hogy ezt innen lehajítják, és egy big single, azaz egy darab nagy turbó feltöltőt építenek fel. Na most ugye ezeknél a motoroknál még, amikor ezeket fejlesztették, nem voltak olyan jók a hengerfejek, a változó vezérlések, vagy úgy általában a motorvezérlő elektronikák ahhoz, hogy olyan turbomotorokat tudjanak csinálni, mint ma, vagyis hogy a pincétől a padlásig húz. Ezért mindenfélevel kísérleteztek. Ma már itt egy turbó lenne, például egy 3 literes BMW-n egy turbófeltöltő van, és tényleg a teljes tartományban húz. Itt viszont még inkább kettőt alkalmaztak, és ezek nem paralell turbók, tehát nem párhuzamosan pörögnek fel. Ugye nem az az elv, hogy két kisebb turbóhamra felpörög, mint egy nagy, hanem először, hát egy meglehetősen láthatóan bonyolult vákumrendszeren keresztül, az első kisebb turbót indítják meg, majd egy átmeneti pre-boost állapot van, ahol megkövetkezik a váltás, aztán 4000-es fordulat felett pedig már mind a két turbó nagyon nyomja a levegőt. Tudom, ciki, de nem lehet elmenni a halálos iram mellett, mert nagy képűség lenne, sőt, hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy amiatt kezdtek érdekelni az autók, de amiatt kezdtek érdekelni talán egy kicsit a japán autók. Amiatt tűnt fel, hogy van ez a JDM szubkultúra, hogy itt vannak ezek a műszakilag nagyon különleges és nagyon komolyan megépített autók, amikről mi annyira nem hallottuk. És nyilván annyi meg annyi ilyen rommá épített vackot lát az ember életében ebből. Mindegyik egy kicsit más, minden tuner beleteszi a saját látásmódját, azt, amit ő elvár ettől az autótól. Ki csinál alá jó futóművet, mert kanyarogni akar alá, ki dragra építi. De mindig egy kicsit olyan lesz, ami ennek az adott tuner szeretné. Ez most viszont talán nekem eddig a legközelebb van ahhoz, ami ennek a japán mérnökök szerették volna. Egyfajta japánizó autó, utazó autó, nem azért, nagyon potens az egész, tehát van alatt a futómű, van alatt egy rendes torzensper, lehetne itt egy 6-sebességes getrág, ott van elől a turbomotor, de ez attól még nekem inkább egyfajta japánizó autó, vagy GT autó. És automataváltó, ide vagy oda, ha valaki bekostol, 4000. Jaj. Ez király. Meg az se érdekel, hogy a rossz oldalon ülök. Bár, hogyha igazán autentikusra akarjuk venni a figurát, ez a jó oldal. De jó érzés egy ilyet meghajtani. Kicsit bajba voltam, hogy mit mondunk el a Supráról majd, amit még nem mondtak el előttünk 20-an az elmúlt 20 évben. De most valahogy mégis elégedett vagyok. Hiszen ha nem is ezzel a videóval fogjuk megváltani a világot,
Én ma már szopráztam egy jót, amit azért ritkán mondhat el az ember.